Május 5-én itthon a Balatoni Vasas csapatát fogadtuk. Azt a Balatoni Vasast, aki bajnokaspiráns, és jelenleg a bajnokságot vereség nélkül vezeti. A felvételken látni fogjuk, hogy ezen a mérkőzésen Balatonfüldvár csapata pariba volt. Vasas csapatával méltó ellenfele volt. A csapat a szokásos narancssárga fekete mezbe játszott. A kezdőcsapat Szabó, Szijjártó, Kovács, Vojc, Lapos, Füge, Deák, Bolevác, Balog és Nizelberger. Csereként bejött még Német és Kálé. Az ellenfél összeállításának érdekessége, hogy a Vasas játékosa Molnár Feri, aki sokáig a Földvár erőssége volt. A csapat edzője Tillinger József. És a csapatkapitány Nizelberger Ádám. A 16. percben szabadrugáshoz jutott a Vasas, és ebből a szabadrugásból aztán 5 méteres fejessel Horváth megszerezte a Vasas vezetését. Az első félidő végén, az utolsó percben Fügét a 16-oson belül felvágják. Az ítélet végre hajtó maga a sértet, és Füge be is rúgja a gólt, és ezzel egy-egy lett az eredmény, és egyben ez a mérkőzés végeredménye is. A második félidőben is folytatódott az inkább küzdelmes, mint színvonalas játék. A Vasasnak is az utolsó percek előtt volt egy tiszta gólhelyzete, és Földvár is góllal fejezhette volna a mérkőzést. Az utolsó percben kihajtunk egy tiszta gólhelyzetet. Ha ez a fejes bement volna, akkor más lett volna az eredmény. Május 12-én Zamádiba mentünk focizni. Zamádiról most annyit kell tudni, hogy ők a középmezőnyben tanyáznak, és pozitív gólarányuk van. 7. perc, Dalázs belövi Zamádi első gólját. Egy tértülelő passz után Kocsis elmegy a jobb szélen, és 58. percben belövi a második gólt. A 86. percben ugyanaz játszódik le, mint a második gól előtt. Bal szélről át a jobb szélre, annyi a különbség, hogy két passz után Halász belövi a harmadik gólt. És az utolsó percben Füge beadását Herceg fejeli be a saját kapujába a labdát, és ezzel öngóllal lesz a mérkőzés végeredménye 3-1. Most vasárnap itthon Balatonbogár csapatát fogadtuk.
az eredmény 1-1. A második félidőben csereként beállt Andorka, mindjárt kezdés után kever a jobb szélen, balog elé kerül a labda, és ő bedugja a vezető gólját. Még itt nem is jár, oda jöttem, mint a hízebb írta. A 62. percben Kovács Márk befejeli Boglár egyenlítő gólját, és ezzel lett a végeredmény 1-1. A Vasas ellen itthon 0-0-ás döntetlent értek el. A fiúk fehér-piros szerelésben játszottak. A kezdőcsapat Papp, Dávid, Kurdi, Ervát, Tóth, Polédos, Neymarjel, Gyukli, Kudomlák, Kardicskó és Gyöngy. Csereként bejött még és játszott Stander és Takács. A csapatkapitány Dávid Patrik. A két csapat a táblázatban elfoglalt helyük szerint közel azonos erőt képvisel. Az első félidővel Földvár tetszetősen, sokszor egészen jól és mezőfölénbe játszott. Nem a jelkevel. Gyuklit három védő nem képes föltartani, és remekül a kapura. Ezen megbeszabott földvári szabadulgás. A 65. percben a kapuból kifutó Papp megmozdulását a bíró szabálytalanul kitélte és 11-es ítélt. Jól megrúgott 11-est, Papp bravúval kivette. A második félidőben is tartott a földvári mezőn lényt. A 80. perc környékén egy korábbi jelenet alakult ki a Vasas kapu előtt, a szemüsebből nem lett gól. És a meccs végén egy remek földvári szabadugás, amiből majdnem gól lett. Zamádiba 3-1-re kikaptak. 25. perc, Horváth belőli Zamádi első gólját. Horváth dupláz, 2-0 Zamádinak. Ketedik percben Neymar belőli Horváth becsület gólját. A 65. percben Jónás beállítja a végeredményt. Boglár ellen sajnos szintén rosszul ment nekik a játék, 4-1-re kikaptak. 22. perc, Györe belugja Boglár első gólját. 51. percben Boglár második gólját Tóth lövi. Az 55. percben Kurdi góljával 2-1.
a 60. percben volt egy óriási szabadrugás gólt lő. A 69. percben volt beállítja az 1-4-es végeredményt. Ezek voltak az elmúlt 3 hét eseményei, foszi eredményei.